Köszöntjük kedves testvéreinket az Újszegedi Gyülekezet nevében. Szeretnénk ezzel a kis műsorra bemutatni, hogy kiben hiszünk, mit is vallunk mi, szegedi református fiatalok. Kérjük, fogadják szeretettel és figyelemmel. Egy átlagos nap lassan a végéhez érkezett. Béla már otthon volt és készülődött a pénteki órára. Az eminens PhD hallgatók mindig órákat görnek íróasztala felett, több száz oldalas jegyzeteit néznek. Most is épp az egyiket kereste, amikor valami furcsa, addig nem igen látott kemény kötésű könyvet hozott. Á, mi ez? Szent Biblia? Mintha nagyitól kaptam volna érettségét. Gondolta magában. De további érdeklődést nem igen tanúsítva iránta félretette, majd sikeres kutászkodás után végre ráakadt a jegyzetre. De mikor meglátta, el is ment a kettő. A fene akar este 10-kor neki kezdeni. Így gyorsan megváltoztatta eredeti célját, és felugrott internetre. De persze, ott se történt semmi. Kivételesen annyira gyötörte a lustaság és unalom iránti vágy, hogy elkezdett hintázni szépével. Elég volt egy túl nagy kilengés, és már is megtörtént a baj. Hátra esett, és annyira beütötte a fejét, hogy eszméletét vesztette. És ami ezután történt. Az előbb még otthon voltam, most pedig? Ez itt Isten ítélőszéke. Most derül ki, hogy életre, vagy kárhozatra jut. Ez valami, ne röhögtess, Isten nem létezik. Bárcsak vicc lenne a te számodra, de most az életedről van szó. Attól, hogy te nem tudtad elfogadni Isten létezését, ő még létezik? Várjunk, álljunk csak meg. Ez nem lehet. Isten nem létezik. A tudomány a munkám. Istent nem találtam sehol. Igen, tudom, hogy a földi életedben Istenként hittett a tudomány. Itt van előttem egy fényképalbum, ami az életedről szól. Elég belenézni. Az egyik példaképpen a híres ateista, biológus Richard Dawkins. A kedvenc könyved a főműve, az önző gén. Itt egy kép rólad, amit tavaly egy Oxfordi konferencián készült. Nagyon sikeres voltál, mindenkinek tetszettek az ötleteid. Még díjat is nyertél mindezzel. Igen, igen. Ez egy nagyon jól sikerült konferencia volt. Még egy viccesnek szánt kép aláírást is látok. A tudomány Isten eszköze arra, hogy megmutassa, ő nem létezik. Igen, Isten semmilyen módon nem mutatta meg magát, nem lehet megtalálni sehol, nincs semmi bizonyíték a létezésére. De a nem létét sem tudtad bizonyítani soha. Igen, de ott van az evolúció, az ősrobbanás, a kvantumfizika, mindenre választad. Ennek ellenére te most mégis itt vagy az ő ítélőszéken. A tudás ellentéte a tudatlanság, nem pedig a hit. Mint hogy a hit ellentéte a hitetlenség, ami bűn, a tudás viszont Isten ajándéka. És téged Isten megáldott rengeteg mindennel, rengeteg tudással, hiszen az ő törvényeit kutattad. Summa cum laude végeztél az egyetemen. A doktori disszertáción is idő előtt védted volna meg. Sőt, középiskolás korodtól kezdve tagja voltál az országos kosárlabda csapatnak. Honnan kaptad mindehhez az erőt? Hát, ehhez biztos nincs semmi köze Istennek. Ezt mind magamtól értem el. Az összes nyelvvizsgapapírt, az összes diplomát, mind egyedül én értem el. Isten adja az erőt, a képességeket, a tudást. Ő az ura mindennek. De ezt nagyon jól tudtad te is, és aztán olvastad a Bibliát, amit nagyanyától kaptál érettségidre. Ő még Jézus megváltó hatalmáról is beszélt neked. A Biblia Isten szava azáltal szól a hívőkhöz. Igen, igen. De soha nem gondoltam volna, hogy abból akár egy szó is igaz lenne. Ennek ellenére nem mondhatod, hogy Isten nem szól hozzád. Igen, de Istennek sokkal nyilvánvalóban kellett volna megmutatnia magát. Értem. És mi a helyzet Szilvivel, az évfolyam társaddal? Akivel nap mint nap találkoztál 5 éven keresztül az egyetemen. Láthatod az ő megváltozott életét megtérése után. Még egy kép is van rólatom, ahol együtt tanulmányozzátok a Bibliát. Tudhattad, hogy számára Isten nem csak egy szabadidős tevékenység, hanem a legnagyobb kincs az életében. Azt mondják, hogy a hit a gyengék menedéke. Soha nem is értettem, hogy egy ilyen értelmes talpra esett már, hogy lehet keresztény. Rengeteg időt elpazarolt Istenre. De most, hogy mondod, van benne valami.
tényleg olyan volt, mint hogy a számára Isten egy létező személy lenne, nem egy elvont ideológia vagy egy kupac szabály. Mert Isten tényleg létezik, és a vele töltött idő nem pazarlás. Isten a hívőkön keresztül szól a hitetlenekhez, az ő megváltozott életükben mutatja meg a kegyelmét. Így lesznek a bűnözőkből prédikátorok, a drog és alkoholfüggőkből példás családapák, így tudnak növekedni a gyülekezetek üldöztetések közepette, sőt, egyesek így képesek vállalni még a mártír halált is Krisztusért. Igen, igen, de ott vannak a sikkasztó pedofil papok, a keresztes háború, az inkvizíció szörnyűségei, öngyilkos merénylők. Olvastad a Bibliát. Szerinted ők a saját vágyaikat követték, vagy Isten szavát? Hát, ha így végig gondolom, akkor azt mondanám, hogy inkább a saját vágyaikat keresték. Pontosan. Ahogy az ateista gondolkodó is teszi. Mindkét esetben az egyén van a központban, nem pedig Isten. Nincs semmi különbség. Igen, ebben van igazság. Ha tényleg csak fejlett állatok vagyunk, az élet értelmetlen és nincs semmi célja. A te életedben mégsem látod meg az élet értelmetlensége. Tele voltál célokkal. Folyamatosan karriert építettél. A sikerért küzdöttél rengeteg lemondás árán. A földi életben próbáltad bebiztosítani magadat. De közben éreztél valaha megnyugvást vagy lelki békét? Soha nem éreztem azt, hogy elértem volna a célomat, hogy megnyugvást találtam volna. Mindig több kellett volna, és sehol sem láttam a célt. Erre mondja Jézus, hogy mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt van. Isten neked is felajánlotta a kegyelmét, de te makacsul elutasítottad. Most ő elvet a színe elől. Örökre elkárhozol. Vár rád a pokol. Nem igazán olyan ez a hely, mint képzeltem. De mindegy, és pont csak olyan a türelem! Előbb meg kell vizsgálnunk, hogy oda tartozol-e. Miért gondolod, hogy a mennyországba jutsz? Hát figyelj, mindig jó voltam mindenkihez. Egész életemben segítettem mindenkinek, ahogy csak tudtam. Még templomba is jártam. És ez önmagában elég? Hát nem. A tisztalancsolatot betartottam. Nem öltem, nem loptam, nem hazudtam. Anna már még arra is megtanított, hogy vasárnap nem szabad mosni és vasalni, és ezt azóta is betartom. Rendben. Itt van előttem egy fénykép adnom, ami az életedről szól. Nézzünk bele egy kicsit. Valóban azt látom, hogy a képeiden nem te vagy a központban, sokkal inkább a család. Sok-sok fotó a testvérekkel, nagyszülőkkel, például ott is a kis testvéredet tartálod. Igaz, látod, a családomat mindig is szerettem. Nagyon sokat segítettem nagymamámnak a kertben, vagy édesanyámnak a háztartásban. A tesóimra is sokszor vigyáztam. Persze volt, hogy a hátam közepére kívántam őket, de hát ez mindenkivel előfordult. És igen, olyan eset is volt, hogy nagyon rosszul esett, amikor a kisöcsém hajnali 3-kor felsírt, amikor másnap fontos vizsgám volt. És nem néztem meg, hogy mi a baja, inkább megvártam, amíg más teszi ezt meg. De összességében jó voltam hozzájuk. És akkor úgy gondolod, hogy az önző gondolatok, hogy a titokban elkövetett mulasztások már nem is számítanak? Hát, figyelj, hogyha egymás mellé tesszük a jó és a rossz cselekedeteimet, akkor a jók vannak túlsúlyban. Így azt mondom, hogy nem. Szóval azt mondod, hogy a jó és a rossz cselekedetek aránya a dönt. Érdekes gondolat, a Bibliában sehol sem szerepel. És mit mondasz arra, hogy ok nélkül voltál mérges a kisöcsédre? Hogy ok nélkül? Jós ér volt a másnapi vizsga. Szerinted egy pár hónapos csecsemő szánszándékkal avért sírt, hogy téged bosszantson? Jézus azt mondja, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. De nézzünk valami mást. Azt is látom, hogy sokat jótékonykodtál, adakoztál. Még egy olyan képet is látok rólad, ahol hajléktalanoknak osztasz étel. Pontosan, látod, igenis jó ember vagyok én. Persze nem volt szép haragudni öcsire, amiért felsírt éjszaka, de az ilyen ételosztásokkal igyekeztem ezeket kapcsolatban. És mit éreztél, amikor ott voltál? Hogy mi? Hát segíteni jó dolog. Ennél azért több őszinteséget várunk tőled, hogy erőltesd meg egy ilyen. Na jó, kicsit vegyesek voltak az érzéseim, mert persze, hogy jó dolog segíteni, de egy ételosztástól nem fog megváltozni a hajléktalanok helyzete.
és sokkal jobban szerettem volna a barátnővel elmenni kávézni, csak fontos volt számomra, hogy ott felnéznek rám az emberek. És hát olyan is volt, hogy a lelkiismeretem megnyugtatása miatt mentem, hogy a régi botlásaimat próbáljam valahogy ezzel kompenzálni. És megnyugodott a lelkiismeretem? Szintén szóval nem igazán. Inkább kétmutatónak éreztem magam. Erre mondja Jézus, hogy irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot. De tekintsünk valami más. Azt is tudjuk, hogy nagyon sokat segítettél az évfolyam társaidat a tanulásban. Mindig megosztottad velük a jegyzeteidet, sokat tanultatok együtt. Miért volt számodra ez ennyire fontos? Igyekeztem azt arra, hogy tanuljanak és ne puskázzanak. Mert a puskázás szerintem hazugság, és benne van a 10 parancsolatban, hogy hazudni bűn. És soha nem csinálni ilyen. Soha? Vigyázz, mit mondasz? Nem hiszem el, hogy te mindent látsz. Nagyon durva. Na jó, velem is előfordult, hogy megbeszéltem a dolgozatot a kontársammal, vagy csak ránéztem az ő munkájára egy kicsit. De magamnak soha nem írtam puskát. Ráadásul minden vasárnapot voltam a templomban. Van egy olyan képem, ahol keresztanító vagyok, nincs csak? Igen, látom.